Csendesedjünk el a Zsoltár író szavaival. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rád tekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélük mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Ámen. Áldás, békesség, hallgassatok meg két vidám madrigált az énekkartól. Thank you.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Köszönöm szépen, még semmit nem mondtam, kedves diákok. Szeretettel köszöntelek benneteket, és a kedves kollégákat is a záró napon, a 2017-18-as tanév záró napján. Mindenki nagy izgalommal várja ezt a napot, egyrészt azért, mert az utolsó iskolai keretek között eltöltött nap, másrészt pedig én személy szerint is azért várom, mert egy sereg szemle. Végig tekintünk azon, hogy mi is történt az elmúlt esztendőben, tanévben, itt együtt velünk, veletek, a ti részvételetekkel. Működik. Számokkal szoktam kezdeni, és most is azt teszem, 179-64, 634, 234, akik nem most ülnek először záró napon, azok már sejtik, hogy miről van szó. Ennyi tanítási napunk volt, 64 pedagógus tevékenykedik a lévaiban, 634 tanulónk volt, és 234 kollégistánk. De mutatok további számokat. Egy, ja az a 2017-18, azt gondolom, hogy sejtitek, hogy mit jár meg, 458. Hát, egy tanév, ez a 2017-18. Tanév, és az intézményünk alapításától számított 458. tanév. Lássunk további számokat. 22. Érdekes. 22. szalagavató, 22. ballagás, és a 22. érettségi, amelyik már túl vagyunk az írásbeli részén, és bizonyos emelt szintű részein is túl vagyunk, és hétfőn pedig kezdődik a középszintű érettségi. De mutathatnék még számokat, egyet meg is mutatok, 4,17, és a kérdőjel pedig azt jelenti, hogy nem tudjuk még, de vélhetően Kervortné Edit igazgató helyettes asszony elárulja majd nekünk, hogy a tanév végén milyen lett az iskola átlag. Volt éretlen tábor. Egyesek magukra ismernek, csak így felvillantok. Volt Kárpát-medencei református tanévnyitó. Kevesen voltatok ott, mert ez nem a elsősorban mi rendezvényünk volt. Néhány képet hadd villancsak fel ebből. És Nagyné Bódor Katalin tanárnő egy nagyon értékes díjat vehetett át, az Imre Sándor díj. Ez a Magyarországi Református Egyház egyik kiemelt pedagógus díja. Tapsoljuk meg erről a helyről is tanárnak. Volt saját évnyitónk is bizony, gondolom, hogy emlékeztek rá. Egyetlen egy képet hadd villancsak erről fel. Itt még elég szomorúan indulnak a tanévre a legfiatalabbak, de aztán az év során teljes lendületbe jöttek. Nos, volt 6. Miskolci Református Iskolai Napok, ott elírtuk, nem 5., hanem 6., volt 25 éves jubileumi gála, itt a meghívót láthatjuk, Molnár János tanár úr tervezés, akinek erről a helyről is köszönöm, hogy minden meghívó tervezésében nagyon-nagyon lelkesen ott van, meg lehet tapsolni őt is. Volt aranyosok gálája, erre nagyon sokan emlékeztek, hiszen nagyon sokan ott voltatok. 100 éves volt a 19-es számú Bükk cserkész csapat, és sorolhatnám még tovább, hogy milyen események voltak. És hát van egy kiemelt beruházásunk, mint ti is tudjátok, a tornatermünk építése. Nézzünk meg, hogyha sikerül elindítani egy-két videó bejátszást. Kérném szépen indítsuk el, hogyha lehet. Igen, úgy néz ki, hogy elindul, egy picit szaggatottan, de a drón mindjárt mozgásba lendül, és megmutatja a teljes intézményünket, és ott még áll a tornaterem. Látjátok, egy kis hó is van az udvarunk sarkában, tehát ez valamikor januárban készült ez a felvétel. Ha tovább lépünk, megpróbálok tovább lépni, akkor még egy kis videót megtekinthetünk, és végleg elbúcsúzhatunk az egykori tornateremtől. Amelyik így nézett ki, hajdanán már alig emlékszünk ennek a kinézetére.
lépjünk is tovább. Így nézett ki, amikor elkezdték szétszedni. Itt már csak egy része áll a tornateremnek. Itt már teljesen eltűnt, és a munka gödör kialakítása folyik. És hát nagyon jól tudjátok, hogy jövő pénteken, az évnyitó után mindannyian levonulunk majd a munkálatokhoz, és az ünnepélyes alapkéletételre sor kerül. Jövő év június 29-éig kell befejezzék az építkezést, tehát reménység szerint, amikor jövőre ez a zárónapunk lesz, akkor már teljes pompájában áll majd az új épület. Szeretném megköszönni a teljes közösségünknek, nektek diákoknak és tanároknak azt, hogy egy nagyon tartalmas, nagyon értékes és eredményes tanéven lehetünk túl. Nevelőtestületünk, meg lehet tapsolni a tanáraitokat. És innentől kezdve megmutatjuk nektek azokat a közösségeket, akik nevelnek és oktatnak benneteket, illetve azokat az osztályközösségeket és kisebb csoportokat, akik jellemzők az intézményre. Kérem elindítani a zenét, és én pedig a háttérből fogom majd vezérelni a diákat. Azt kívánom nektek, hogy legyen nagyon-nagyon hasznos ez a zárónap. Köszönöm szépen!
Áldás békesség, sziasztok! Szép napot kívánunk mindenkinek a presbitériumról is, az egész éves munkánkról, tevékenységünkről, változásokról szeretnénk néhány szót mondani. A tavalyi év végén, ami ti nem láttatok, viszont a presbitériumnak egy nagy változás volt, hogy megalakult az SMS-ünk, vagyis szervezési és működési szabályzatunk. Ebben fektettük le a működésünkkel kapcsolatos jogokat, feladatokat és szabályokat. A programokban változás volt, ezt már ti is észrevehettétek, hogy a tornaterem lebontása miatt a hagyományos bájainkat nem tudtuk megszervezni. Változás volt nekünk is, hogy az új osztályok presbiterei csak a fél év körül csatlakoztak hozzánk. Személyi változás volt az, hogy az első fél év elején új elnök és új elnök helyettes lett a presbitériumban, a személyünkben, és a legnagyobb változás az a szervezeti változás, hogy a presbitérium számát a felére csökkentettük, minden osztály egy presbitert delegált a presbitériumba. Ezt a változást, ezt sikeresnek ítéltük meg, úgyhogy a jövő évben is így marad, és az új osztályokból is majd egy-egy presbitert fogunk várni. A kevesebb ember az több feladatot hoz magával, de ennek az egyfőre jutó több feladatnak a presbitérium kiválóan helytállt, és én szeretném megköszönni a presbiterek egész éves munkáját egy nagy tapssal. Úgyhogy... És akkor nézzük meg, hogy kik is voltak ebben az évben a presbiterek, mert szeretném megkérni őket, hogy jöjjenek fel a színpadra majd. Át fogunk adni nekik egy olyan oklevelet, amit igazgatóra aláírásával el van látva, és ami az egész éves presbiteri munkájukat fogja megköszönni. A 7. A-ból Molnár Annát. A 8. A-ból Bucsi Sárát. A 9. A-ból Mészáros Zsófiát és Szabó Juditot, a 9. B-ből Takács Fannit, a 9. C-ből Urbán Boglárkát, a 9. D-ből Horváth Pétert, a 10. A-ból Szonda Hajnalkát és Hideg Veronikát, a 10. B-ből Hodosi Kittit, a 10. C-ből Halász Annabellát, a 10. D-ből Pongrád Zsófiát, a 11. A-ból Veres Dominikát és Golenya Klaudiát, a 11. B-ből Gál Annát, a 11. C-ből Nagy Rékát, a 11. E-ből pedig Domján Kírát. Kérném a színpadra. Tehát itt látható a presbitérium, köszönjük nekik az egész éves munkájukat, és akkor az első fél év programjait majd Ágnes fogja ismertetni. A tavaly évet a Csillagponttal zártuk, vagy mondhatnánk az ideit azzal kezdtük. Nem csak presbiterek vettek részt rajta, hanem az iskolából több diák is képviselte magát. Összesen körülbelül 50-en voltak lévaisok. És a Csillagpont egy két évente megrendezett ifjúsági tábor, ami önkéntesek nélkül nem sikerülhetne. Ezért is nagyon hálásak azért, hogy évről évre egyre több segítő jelentkezik. A tanéven, mint már megszokottá vált, az Éretlen táborral nyitottuk, ahol az új osztályok találkozhattak egymással, osztályfőnökeikkel és velünk presbiterekkel. Fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy ekkor indult az úgynevezett mentor program, ami azt foglalta magába, hogy minden osztály két-két presbitert kapott, akik segítettek nekik jobban megismerni az iskolát, illetve a gimnázium életbe beilleszkedni. Ez a program egészen az új diákok avatásáig tartott. Szeptember közepén irotán csapatépítést tartottunk, ennek a hónap végén pedig az ACSI-on 11 és 12. osztályos diákok vettek részt. A kampány utáni bál megszervezése, lebonyolítása szintén a mi feladatunk volt, illetve december 6-ához közeledve a Mikulás postánál találkozhattatok velünk. Talán mondhatom, hogy mindannyiunknak a legnagyobb élménye, és amit a legjobban várunk, az a Mikulás műsor, amit a tanárok gyerekeinek rendezünk. Itt készülünk egy műsorral, illetve különböző játékokkal, és persze a csillogó szlájm sem maradhat ki, amit amúgy nem csak a gyerekek élveznek, hanem személy szerint mi is.
A tanév első napján a nyílt napi érdeklődőket fogadtuk, és nekik az eligazításába segítkeztünk. Február elején került megrendezésre az éjszakai dicsétés. Úgy gondolom, mindazok, akik részt vettek rajta, lelkileg is feltöltekezhettek. Az es folyamán bizonyságtételek, közös éneklés, imaközösség, illetve közösen néztük meg a Viskúz című filmet. Elsőnek rendeztünk meg tavasszal a Q2 Lány konferenciát, amely a Tirekifi támogatásával jöhetett létre. Egy fő előadáson és különböző workshopokon vehettek részt a lányok. Jó volt megtapasztalni azt, hogy nem csak a presbiterek egymással, hanem külső segítőkkel is együtt tudtak dolgozni. A második fél év a fórummal kezdődött, ez az SMS-ben is meghatározott legnagyobb hivatalos tanácskozásunk a vezetőséggel. Nagyon örülünk annak, hogy egyre többen az osztályokból is képviselik magukat, és kíváncsiak arra, hogy milyen programok jönnek szóba, milyen kérdésekre milyen válaszokat kapunk. A felvételiztetés talán az egyik legnagyobb feladatunk, az új diákokkal ekkor találkozunk először. Itt is szeretnénk megköszönni azoknak a külsős diákoknak, akik általában tagozatos diákok, és a felvételiztető tanárok választják őket, a segítséget. Az ötágú SIP szervezésében és lebonyolításában Panka néninek segítve veszünk részt. A gálában szintén szervezés és háttérmunkák, csendes napi programok tervezése és segítése. A vezetőképzőből az idén 2 is volt, egyet nekünk tartottak a Tirekifiből Csomós Józsi vezetésével, egyet pedig az Exodus rendezett, itt 3 tizedikás diák vett részt. A 12-esek elbúcsúztatása az mindig egy fontos alkalom, nekik is köszönjük, hogy még az éven besegítettek a munkánkba. A csapatépítést Ágnes már említette, Izsófalván is voltunk csapatépíteni a második fél évben. Pedagógus napra az éven műsorral készültünk, a Kárpát-medencei református középiskolák találkozóján pedig minden évben képviseli magát a lévai, és ezen is presbiterek mennek segíteni. És akkor ezt a nagyon sok programot, amit itt most felsoroltunk Ágival, ezt nem tudtuk volna megszervezni a két vezetőnk nélkül, és őket is kérném a színpadra, Kiros tanárnőnek és Panka néninek egy hatalmas nagy tapsot kérek. Köszönjük szépen! Nekem még egy mondatom lenne. Én is köszönöm szépen a presbitériumnak a munkáját, de két fő ember is van a presbitériumban, méghozzá az elnökünk, Kurucz Gergő, és Domahidi Ágnes, nekik is köszönjük a munkájukat. Édesanyám rózsafája, én vagyok a legszebb bár.
érti, által akar rajta menni. Által akar rajta menni, bazsa rózsát szakajtani. Rózsa, bazsa, rózsa, ne virágozz, te meg babám ne várakozz. Ha te én rám várakozol, soha meg nem házasodol, gyenge vagy babám a házasságra, kiszékem mész fel az ágyra. Sáros papucs az ágy alatt, jaj, de régen nem láttalak. Dunyha, 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 csipkés dunyha, kilátszik a lábod ujja. Dunyha, 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 csipkés dunyha, kilátszik a lábod ujja. Szabó Lőrinc, fegyvertelen. Nem akartam én semmi rosszat. Mégis hallom minden felől, hogy szidnak az igazi rosszak, hogy szidnak az ostoba jók. Sajnálok minden átkozót, kártékozolni mocskukat, dobok én követ és sarat eleget elmúlt éveimre. Mert büszkelkedni még kimerne, ha mint én, hogy szörnyen csalódott. Megutáltam hitet és csókat, és nincs árulás, mely nekem újság. A szánalmas kis tanúság, amit szereztem, annyi csak, hogy ember, rejtsd el magad. Én más tettem. Őszinte voltam. A tolvaj nyelvet még nem tudtam. Gyermeki szám kimondta nyomban, ami csak az eszembe ötlött. És nem titkoltam, hogy sokszor az ördög ficánkolt a bőröm alatt. Szerettem barátaimat, és lettek ellenségeim. És akik egykor elcsábítottak, gyaláznak mindenféle nők. Jaj, miért beszéltem, miért élek? Miért nem bújtam meg valahol a hazugság száz rejtekén? Hisz jobb és tisztább vagyok én, mint azok, akik megítélnek. Nem akartam én semmi rosszat, és most szidnak az igazi rosszak. Mert jaj, bután őszinte voltam. Amit más gondolt, én kimondtam nyomban. Üldözött vagyok nagy kínomban. És nem értek ma sem a nyelvén a földi és égi gonosznak. Egész életem összeroskadt. Porba hanyatlott a fejem. Itt fekszem most, fegyvertelen. És minden gazember megtaposhat. Áldás Bikesik, sziasztok! Én Rudolf Alexa vagyok a 11B-ből, és az IFINK-ről szeretnék beszélni nektek. Ez volt a második éve az IFINK-nek, és mondhatni, hogy nagyon tartalmas és sikeres évet zárhatunk magunk után, mivel hogy rengeteg iskolai és iskolán kívüli rendezvényen is részt vehettünk, például a Munkácsi Gyermektábor, az SDG vezetőképző, az Éjszakai Dicsőítés, a Felház, az Ez az a Nap, és a Húsvéti Csendes Napon a Pászka vacsorát is nekünk köszönhetitek. Illetve fél év óta rendszeresen gyűlünk össze ima közösségre keddenként. Rengeteg vendég is járt nálunk, például Kovács Péter Piki, az SDG utazótitkára, illetve az SDG-sek egy kis csapata is meglátogatott minket, és az ausztrál lelkész David Hyman is nálunk szolgált. Hogyha bárki kedvet kap az IFI-hez, azt jövőre szívesen várjuk, és fogadjátok szeretettel a videónkat. It's in my soul. Oh, your resurrection power burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes up to your throne. We are more than conquerors through Christ. You have overcome this world.
conqueror. I will sing into the night. Christ is risen and on high. Greater is He living in me than in the world. No surrender. Közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Megvallották hűségemet, s neved megtagadtam. Halálomnak harmadnapján vádolnak a fények. Halálodnak harmadnapján sírva hajtok térdet. Uram, kerestelek téged, céltalan kutattam. Csak magamig, másokig majd sírodig jutottam. Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok. Halálodnak harmadnapján szívem megtalálod. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára. Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála. Halálodnak harmadnapján szendülnek a fények, halálodnak harmadnapján, én is áldlak téged. Békesség. Hát kedves diákok, a tegnapi és a mai nap is a tartalmas szórakozásé. Remélem ezt ti is értékelitek, hogy most nem tanultunk, se tegnap, se ma, hanem a tanévet értékelő és kellemes programokban van részetek, de azért tudnotok kell, hogy a kettő között délután nagyon komoly dolgok zajlottak.
Ugyanis megvolt az osztályozó konferencia, ahol mindenkinek véglegesítettük azt az érdemjegyet, amit ebben a tanévben az egyes tantárgyakból érdemelt. Nos, én ilyenkor mindig a legfrissebb számadatokkal jövök, és csak a lényeges dolgokat, de röviden azokat fogom nektek bemutatni, hogy milyen eredményeket értetek el. A osztályok tanulmányi átlagait fogjátok látni, és már is itt vannak a győztesek, bocsánat, az visszamegyek. A dobogó első helyén, a fehér az nehezen olvasható, eredetiben fekete volt, a dobogó első helyén 4,56-os tanulmányi átlaga a 7. A osztályát. Gratulálunk nekik, a második, az ezüstérmes, 12-es osztály, ők már nincsenek itt, de őket is megtapsolhatjuk, a 12. C osztály 1 századdal maradt le, és szintén nagyon-nagyon kevéssel van alattuk, a 3. helyezett 8. A osztály 4,51-el. És hát íme a többiek. Az talán kinevetni senkit sem kell, ugyanis ezek az eredmények nagyon-nagyon szépek. Kevés olyan osztály van, aki nem érte el a 4,5-es tanulmányátlagot, de ők is éppen hogy csak lemaradtak, hiszen a 3,94, 95, 96, 97-es tanulmányátlagra én azt sem mondanám, hogy itt utolsó helyezettek vannak, talán nem is érdemes ők ilyen értelemben számozni, hiszen éppen hogy lemaradtak, a többiek viszont valamennyien, tehát 16 olyan osztályunk van, akinek 4,5 magasabb a tanulmányi átlaga. Úgyhogy kiváló volt ez az eredmény, és tavaly ilyenkor azt mondtam nagyon nagy örömömre, hogy a 4,16-os tanulmányi átlag az a valaha volt legmagasabb tanulmányi átlag ebben az iskolában. Hát az idén azt kell mondanom, hogy van ettől jobb is. Ugyanis az idén 4,25. Szuper jó, köszönjük nektek, illetve hát örüljünk együtt, dicséret illeti minden olyan tanulót, aki ehhez hozzátette a maga talentumát és a tudását. Tegnap, amikor örömmel mondtam, hogy folyamatosan és egyre jobban növekszik a tanulmányi átlaga az iskolának, akkor Adamczyk tanár úr azt mondta, hogy jó, de van ennek határa. Hát igen, van egy határ, ugyanis ez a sorozat, ez tényleg felülről korlátos, de végtelenségig meg lehet közelíteni, úgyhogy van még hová növekedni, és várjuk azt, hogy a jövő évben is hasonlóan jól, illetve még jobban fogtok tanulni, és még szebb eredmények születnek. Az osztályoknak azt a hatot emeltem ki, aki a legtöbbet javított tavalyhoz képest. Hát itt az élen azért a 12-esek vannak, nem véletlen, úgyhogy valószínű jövőre is ugyanígy lesz, 12-ben összekapják magukat az osztályok, de nagyon dicséretre méltó, ott a 11. C, a 11. E és a 10. D. Nézzük a magatartást. 4,62-es magatartás átlag felett van 5 olyan osztály, aki nagyon kiválóan viselkedett az iskolában. A 9. C, 8. A, 7. A, 9. D és 9. B osztályok érdemelnek dicséretet. A 4,17-es szorgalom átlag felett megint csak főleg a 12-esek vannak, de akik a tanulmányi eredményben is jó helyeket értek el, azok vannak élen, 7. A, 8. A és a 10. A osztály. Nagyon sok dicséret született, 367 összesen. A tantárgyi dicséretek közül azokat válogattam ki, amelyek 15-nél több darabszámúak,
És hát nyilván elől rendszerint a készségtárgyak szoktak lenni, de engem az is örömmel töltött el, hogy a nagyon sok 37 biológia, angol nyelvből is sok, sőt matematikából is 20, kémia 19, irodalom, történelem 16 és vizuális kultúrában 15-en kaptak tantárgyi dicséretet. Kitűnő! Ebben az évben is ez a legmagasabb szám. Fél évkor emlékszik-e valaki, hogy hány kitűnőt említettem? 19-et. 19-en voltak fél évkor, és azt kértük, hogy csatlakozzatok még ehhez a csapathoz. Nos, 11-en még csatlakoztak. Úgyhogy összesen 30 kitűnőnk van ebben a tanévben. A jelesek száma 86. Az elégtelenek számát sajnos tavaly is hasonlóan kevés volt, de nagyon jó lenne még jobban csökkenteni. Ennek viszont konkrét határa van az elégtelenek számának, amit el kellene érni. Tehát ilyen ne legyen többet. Ha viszont azt látjátok, hogy a kitűnők és jelesek együtt 116-an vannak, akkor az azt jelenti, hogy ez az iskola egynegyede. Tehát 25%-ban nagyon jól tanultok, és ehhez őszintén gratulálunk. Nos, és a végén azokat, a 30 kitűnő közül azoknak a nevét emeltem ki, akik jelen vannak, hiszen nagyon sok kitűnőnk van a 12-esek között is. 12-esek a ballagáson lettek megdicsérve és kiemelve, tehát itt már őket külön nem fogom említeni. A 7. A osztály vezetett az idén, ugyanis ott 7 kitűnőnk van. Boros Bence és Beresnyák Réka, Gerős Dorina, Nagy Alexandra, Slezák Antónia, Szamosi Réka és Targ Réta. Majd a végén kérnék tapsot, csak jó, de örülni szabad közben is. A 8. A-ban nem volt, 9. A Debreceni Kata, 9. D Nagy Fanni, 10. A Hideg Veronika és Zolnai Dominika, a 10. D-ben. Nagyon sok, szintén ott 6 kitűnőnk van, Berecki Ádám, Molnár Balázs, Péter Szabolcs, Pongrácz Zsófia, Sápi Bálint és Veres János Teodor. A 11. A-ban Veres Dominika, 11 C-ben Bósa Fruzsina és Horváth Timea, 11 D-ben Kurucz Gergő, 11 E-osztályban pedig Kollár Máté és Péderi Alexandra. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Áldás békesség! Én egy olyan dologról szeretnék nektek beszélni, ami számomra új, számotokra nem. Ez az Ausztrál Cserediák Program. Bíztatok ebben az évben is, vagyis jövőre a mostani 9-eseket, hogy próbálják meg, és szeptemberben adják be a jelentkezésüket. És remélem, hogy figyelemmel követtétek, hogy Hanna is Matyival mi van Ausztráliában. Szerintem sokan tartottátok is velük a kapcsolatot. És most mi is megpróbálunk velük kapcsolatot létesíteni, és skype-olni fogunk velük egy nagyon picit, megkérdezzük, hogy hogyan is vannak ott Ausztráliában. Remélem, sikerül. Megvárjuk még a technikát, sikerül beüzemelni. Talán már jó lesz. Áldás békesség! Áldás békesség, sziasztok! Hanna, Matyi, hogyan vagytok most? Köszönöm, hogy jól vagyok. Én tökre izgatott vagyok már, hogy találkozhassak a többiekkel igazából. Hát én is nagyszerűen érzem magam. Én igazából még nem nagyon szeretnék hazamenni, de előbb-utóbb úgyis haza kell, szóval. Mi már nagyon várunk titeket haza. Milyen Ausztráliában? Mi volt, ami nagyon furcsa volt, és nehezen tudtátok megszokni? Nekem ami nagyon furcsa volt, az, az hogy itt az osztálytársaim nagyon gyorsan beszéltek, uh-huh. és sokukat nem értettem, de a fogadóm segített sokat az elején, szóval
ami jó volt. A másik meg, hogy itt nagyon-nagyon meleg volt, mindig. Szóval nehéz volt hozzászokni, de most már természetes. Szuper. Hanna? Nagyon pozitív volt, nagyon pozitív hatással volt rám az, hogy nagyon közvetlenül az emberekben, szóval nagyon nyitottak, és így, ha nem is ismernek téged, bátran jönnek hozzád, és beszélnek veled akármiről. Milyen volt ott az iskolába beleszokni? Tehát nektek is ugyanúgy kellett teljesíteni ott az órákon. Nehéz volt-e? Hogyan alakult a tanulmányotok? Eleinte nehéz volt, de mert nem nagyon ismertük, hogy így hogy működnek a dolgok egy osztályban, vagy mi az, amit elvárnak tőlünk, de utána szerintem nagyon jól meg tudtunk felelni, aminek meg kellett nekünk felelni. Szóval, igen. Jó, ez most elég hülye hangzott, de... Értjük, Matyi. Jó tanulta. Anett, akkor tőled kérdezem. Te tanítottad is őket, hogy milyen tanulók voltak, vagy te hogy látod, hogy sikerült-e beilleszkedniük ott az iskolába? Igen, nagyon jó tanultak, és nagyon beilleszkedtek mindenbe. És a diákok és tanárok mindannyian nagyon szerették őket, és nagyon fognak hiányozni, mikor haza kell menni nekik. Szóval, és pláne én is nagyon élveztem, hogy én osztályomba lehetett lenni. Igen. Örülünk. Mi már nagyon várjuk őket haza. Hanna, Matyi, mikor fogtok hazajönni? Július 11-én repülünk haza. Mm. Szóval olyan július 13-ára érkezünk meg. Mi már nagyon várunk titeket, hosszú utatok lesz. Élvezzétek még ki ezt a kis időt, amíg ott vagytok Ausztráliában, és nagyon vigyázzatok magatokra, és hamarosan akkor találkozunk itt Miskolcon. Áldás, békesség! Köszönjük! Köszönjük szépen! És tényleg bíztatunk mindenkit, hogy jelentkezzen jövőre a programba. Köszönöm szépen!
sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, kedves diákok, és hoztam néhány gondolatot nevelési területről ebben az évben, mit éltünk meg, mit tapasztaltunk. Műsoron kívül kezdeném azzal, hogy ahogy látom az utolsó hétnek és az utolsó két napnak a történéseit, hihetetlen nagy hálaadás van bennem, és egy óriási tapsot szeretnék kérni azoknak, kinek? Annyira készséges vagy erre a tapsra, nagyon ügyes. Szóval, hogy a tegnapi napot, ha megnéztétek azt a nagyon színes programot, akkor talán értitek, hogy miért hozom ide ezt a gondolatot. Benne volt nagyon sok diák, benne volt nagyon sok tanár, aki aktívan készítette a programot, és hát nagyon sokan voltunk, akik igyekeztünk odafigyelni ugye a nap menetére, és hát hagyj hozzam ide Molnár Csaba tanár urat, aki alapvetően összeállította ezt a programot, úgyhogy egy nagy tapssal köszönjük meg neki. És hát, ha láttátok a feltett média felületekre, iskolai felületekre a mai napnak a programját, akkor azt is láthatjátok, hogy ma is egy nagyon szép, gazdag, jól pörgő, jól tartjuk az időt programunk van, és innen is szeretném megköszönni azoknak a diákoknak, akik nem csak úgy kényelmesen végignézik ezt, hanem alapvetően keményen dolgoznak, hogy ez a mai nap is szép és gazdag legyen. Szóval nevelési gondolatok. Én nem hoztam kimutatást arról, hogy mennyi ilyen-olyan dolgot kaptunk és írtunk be a Dinába, meg a Lévai naptárba, de egy számot mégiscsak mondanék, és most csak a számot, ez pedig egy 19-es, és 19 olyan lévais diák van, aki tegnap a tantestületi osztályozó értekezleten nevelő testületi dicséretet kapott. Nem mondom meg, hogy kik, mert hogy a záró, a tanév zárón úgyis majd az oklevelet átveszik, de felolvasnám, hogy mi kell egy nevelő testületi dicsérethez. Tanulmányi jellegű igazgatói dicséretet kap, ez azt jelenti, hogy elért rangos eredményt valamilyen tanulmányi versenyen. Legalább 3 szaktárgyi dicsérete van, tehát szaktanári dicsérete van, mert valamilyen többletmunkát végzett, stb. Legalább 3, és nem vagy-vagy, hanem ezek ésként következnek egymás után. És az utolsó gondolat, és igazgatói szintű közösségi munkát végez. Tehát nem csak tanulmányokban jeleskedik, hanem közösségi munkája is példa mindenki számára. Van még egy negyedik szempont is, erről nem biztos, hogy tudtok, nincsen beleírva a naptárba. Tegnap a tantestületi értekezleten, az osztályozó konferencián összeszedtük, hogy kik azok, akiket ezek szerint a szempontok alapján az osztályfőnökök javasolnak nevelőtestületi dicséretre. És ahogy láttuk magunk előtt ezt a 19 nevet, szükséges ahhoz, hogy megkaphassa mind a 19 ember a nevelőtestületi dicséretet, szükséges az, hogy a tantestületből senki ne vétózza meg az ő jelölését. Ez azt jelenti, hogy a teljes tantestület tud úgy tekinteni erre a 19 embere, hogy igen, méltó példa mindenki előtt. Évzáron megtudjuk a nevüket, és szívből gratulálunk nekik, most tapsoljuk meg őket. Nevelési gondolatok. Tavaly egy éve mondtam, hogy mire kell odafigyelni, új lelki gondozónk lesz, minthogyha mindig is köztünk lett volna. Szívből köszönjük Ági nénit, tapsoljuk meg őt is. Nagyon örülünk, hogy köztünk van, és részben igaz is, hogy mindig is köztünk lett volna, mert hogy szülőként azért már korábban is velünk volt. Tehát ez egy évnek egy nagy kérdése volt, de nagyon jól tudtuk megoldani ezt a problémát. Kiemelt történések, amik formáltak bennünket ebben az évben. A gála. Ugye a tavaszban, a fáradt tavaszban úgy pörögtünk benne, de egészen biztosan nagyon fogtok ti is emlékezni, hogy akkor voltatok lévaisok, amikor ezt a szép ünnepet együtt ünnepelhettük. Én arra bátorítalak benneteket, hogy az egyre inkább előkerülő összefoglalókat, még a gáláról készült filmet nem tettük nyilvánossá, ezeket mutassátok szeretteiteknek is. Malavi gyűjtés, erről később fogok majd néhány gondolatot mondani, de higgyétek el, ez is formál és formált bennünket. És még egyet hagyj hozzak ide, ami számomra leginkább mérvadó. Hát hogyha ilyen top eseményeket kellene kiemelni az évből, akkor számomra az volt a legnagyobb bizonyságtétel, amikor diákokat, és hát tudjuk, Csáki tanár úr volt még köztük, de az ő bizonyságtételüket hallhattuk egy talán októberi hétfő reggeli Isten tiszteleten. Én azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon-nagyon formál bennünket. Lássuk, nézzük máshogyan és máshonnan. Erre szeretném felhívni a figyelmeteket.
Én úgy látom, és ennek nagyon örülök, hogy egyre inkább kellemetlen kilógni abból az értékrendből, amit a lévaiban megélünk. És ez a szolgálat, ahogyan nagyon sokan szolgáltok egymás felé és a közösség felé, és hát igen, viselkedés, öltözködés. Idehoznék egy idézetet egy levélből, amit megkaptatok, és szeretném, hogyha ez élne bennetek akkor, amikor a következőiben visszajöttök. Ha valakinek szüksége van segítségre, akkor vannak közöttünk olyanok, akik tudnak ebben neki segíteni, de úgy látom, hogy egy nagyon értékes közösség vagyunk mi. És hát egy titkot elárulok nektek, bogozzuk a reggeli késések, meg a kártyahasználatnak a dolgát, lassan tanuljuk mi is mindannyian. A tanévi értékelésben a kártyahasználat második félében nem lett értékelve. Azért, mert részben nem is volt rá erőm és időm, részben azért is, mert Csaba bácsi, hogy minden nap foglalkozik vele, azt a visszajelzést adta felém, hogy alapvetően rendben vagyunk. Lehet, hogy vannak néhányan, akiknek majd a következő fél év elején valamiféle továbbképzést kell tartani, hogy akkor hogy is kell ezzel működni. De azért hozom ide ezeket a gondolatokat, mert ne a jó és a rossz dobozba, kategóriába tegyük be, hogy használjuk a kártyát vagy sem, hanem egyszerűen azt értsük meg, hogy a lévai is életünkhöz ezekre a dolgokra szükség van, ugyanúgy, mint ahogy az a értékrendet éljük meg, amit ti választottatok akkor, amikor idejöttetek a lévaiba. Figyelmet igénylő területek. Ha valaki jön hozzánk, mindig csodálkoznak és álmélkodnak, hogy nálunk mennyi minden van és mennyi minden jól működik. És ez így is igaz, de azért van még hová fejlődni. Tavaly ezeket a gondolatokat hoztam, és ebben ugyancsak tovább kell fejlődnünk, hogy egy-egy osztály megkapjon minden segítséget, amire szükség van. Örülök annak, hogy egy-egy osztály élt a plusz mái lehetőséggel, és tavasszal mentetek, és foglalkoztatok egy-egy témával, valami ilyesmiről van itt szó. Az iskolai közösségi szolgálatot koordinálta jobban ebben az évben Panka néni, és majd értékeljük évvégén, hogy mi az, amit következő évben más kell csinálnunk. És hát igen, nem érezzük a határokat, akár a közösségi médiában, akár abban a bizonyos matek záró dolgozatnál. Jó példa ez, gyerekek, nem kell megtapsolni. Jó példa ez, mert tényleg akkor lesztek nyertesek, hogyha a sok-sok asztalon, terítéken lévő dolog közül ti el tudjátok dönteni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami értékes, és azokkal tudtok élni. És valahogy azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk benneteket tanítani arra, hogy tényleg érezzétek ezekben a dolgokban a határokat. Egy kicsit játszunk el a gondolattal. Ha most azt mondanám, hogy tegnap random kiválasztottunk 3 embert, a szüleiket meghívtuk, felhívjuk ide a színpadra, és kérnénk azt a 3 embert, hogy mutassa már be a Facebook, Insta, vagy nem tudom milyen profilját, akkor valahogy úgy kell gondolkodnotok, hogyha kellemetlen érzés nélkül tudjátok ezt bemutatni, akkor vagyunk rendben. De ha most egy kicsit végigpörgeted, hogy mi minden van fent, és hú, mi mindent nem mutatnál meg egyébként a szüleidnek, akkor én arra kérlek benneteket, hogy kezdjetek el takarítani a nyári szünetben, és igen, kellemetlen érzés, tehát van ennek egy furcsa érzése, de nem érdekes az, hogy egyébként amit kiteszünk oda, azt meg az egész világ látja. Tehát ezért kell bölcsen gondolkodnotok, hogy az első szűrő ebben az a szűk közösség, a családi közösség, az osztályközösség, az iskola közösség legyen, hogy ők mondják azt, hogy teljesen rendben van, amit látunk, amit érzékelünk, amit tapasztalunk veled kapcsolatosan, akár a közösségi médián is. Van azért még hova fejlődni? Következő évben kommunikáció, tájékoztatás, Office 365, körülbelül 3-4 év lesz, mire teljesen át fogunk állni, és mire mindenkinek egyértelmű lesz, hogy ezen keresztül kommunikálunk egymással, mert ez egy nagyon hasznos és nagyon jó dolog. És egy gondolat, hogy a zárónap ne öltöző, átöltöző show legyen. Minél többen legyetek olyanok, akik egy zárónapon egy-egy műsorelemnél kijöttök a sorból, előadjátok, visszaültök, és hogyha a mai napot megfigyelitek, akkor számoljátok össze, hogy hanyan lesznek, akik több műsorelemnél is fent vannak. Erről van szó, minél több őtöknek az értékét láthassuk akár egy ilyen zárónapon is. Chain, mi lehet ez? Családi életre nevelés. Sokszor halljuk ezt így
oktatási dolgokkal kapcsolatosan, de jó lenne, hogyha tényleg nagyon hasznos dolgokat tudnánk nektek tanítani, azokon túl, amiket ti egyébként nagyon gazdagon megéltek a lévaiban. Valahogy jó lenne ennek is látni a keretét, hogy hogyan lehetne osztályfőnöki órákba, egyéb tájékoztató foglalkozásokba ezeket egyébként beleszűni. Figyelmet igénylő területek, digitális iskola, média felületek, egyre inkább, hogy tudatosak legyünk ebben, és igen, jövőre érkezik egy hozzánk egy osztály, akit már úgy fogunk hívni, hogy tehetséggondozó digitális 7. osztály, talán ez a pontos megnevezésük. Jól kell tudni fogadni őket jó szívvel, erről a következő évben majd sokat fogunk beszélni, és hát nagyon örülünk, hogy ezzel a dologgal gazdagodhat az életünk. És hát a szokásos gondolatok itt a végén, amikor így értékeljük az évet, és visszagondolunk, akkor adj rá választ saját magadnak, hogyan élted meg, hogyan tapasztaltad meg, lettünk-e lelkibb közösség ebben az évben, a lélek gyümölcseit láthatjuk minden év végén, mi az, amit te tudtál ebből adni, és mi az, amit te tudtál megtapasztalni ezekből, mi van a másik oldalon, benned mi munkálkodik, a test cselekedetei itt vannak, kell-e megbocsájtani így az év végén, kell-e bocsánatot kérni így az év végén, még most, mielőtt talán hazamegyünk és elköszönünk egymástól. Ezek a gondolatok hagyj legyenek ott a szívünkben és az eszünkben. És hát ne felejtsük el, hogy alapvetően ezek rajtunk múlnak, hogy mit élünk meg, és mit adunk a többieknek. 19 osztályunk lesz jövőre. 2019-20-ban már csak 18, az oktatási szerkezetváltás révén, ez az, ami még a következő évben ránk vár. És hát a következő évi ige, nem mind, de ezek vannak most előttünk, és imádkozunk azon vallástanárok igazgatóval együtt, hogy milyen ige vezérelje bennünket a következő éven. Ezek közül egyik, vagy valami hasonló lesz majd a következő évi lévai naptár elején. Szeressétek ezt az iskolát, és tegyétek gazdagabbá a saját léva is életeteket, és a közösségünk életét. Vigyázzatok magatokra nyáron, találkozzatok szeretteitekkel, várunk vissza benneteket, találkozunk és találkozzunk szeptemberben. Áldás békesség! Az én van olyan nagy.
Áldás békesség. Rövidesen indul a vakáció. A kollégisták estére kiköltöznek a kollégiumból. Néhány mondat erejéig szeretnék visszatekintést nyújtani a tanévről. A nevelő tanári munkaközösséget láthatjátok a képen. A nevelő tanárok, akik nagy szeretetben, gondoskodással igyekeztek a családias légkört biztosítani a diákok számára, osztoztunk örömeikben és együtt éreztük bánataikban a diákokkal. Évelején teljes létszámmal indult nagy üzemben a kollégium, 239 fővel, évvégére 228-an maradtunk, ez a pici lemorzsolódás, ez az éveknek megfelelő. Amint látjátok, 118 léva is és 110 külsős diákunk van, nagy szeretetben megférnek egymással. Fegyelmi helyzetünk a következőképpen alakult, 67 diák kapott dicséretet, a lányok jeleskedtek körülbelül 2/3 és 1/3 az arány. Fegyelmezés tekintetében 12-en kaptak nevelőtanári figyelmeztetést, 7-en diákotthon munkaközösség vezetőit, 4-en igazgatói megrovást szenvedtek, itt ebben a fiúk jeleskedtek. Néhány gondolatot a tárgyi feltételek alakításáról. Azt hiszem, hogy minden diák tudja, hogy a kollégiumban a számítógépes szaktanterem működik, hiszen ide jártatok informatikai órára. Ez a mi netes termünk, szabadidős termünk volt. Ezt igyekeztünk másképp megoldani. Hangszererősítőt kapott az áhítatos csoport. Ez egy nagyon jó minőségű erősítő, amit minden rendezvényünkön tudtunk használni. A kerékpáros szakkör is némi fejlesztésben részesült, és a lányok, hogy komfortosabban lakjanak, a tetőtéri szobákra rolókat kapnak. Jelenleg folyamatban van digitális háttértár bővítése, sporteszközök fejlesztése, és minden bizonnyal a nyáron még a fiúdvar rendezésére is sor kerül. Elsődleges szempont a kollégiumban, hogy a tanuláshoz szükséges feltételeket, a másnapi készülést támogassuk a diákoknak, megfelelő légkört alakítsunk ki, de emellett rengeteg tanuláson kívüli programon is részt vettek a diákok. Ezek voltak tematikus foglalkozás, szakkörök, sport, szabadidős programok, megemlékezések, előadások, egyházi alkalmak. Az első fél évben, amint látható, rengeteg eseményen vettünk részt. Nem a teljes lista látható, nem fogom természetesen mindet felolvasni. Néhány érdekességet ragadnék ki belőle. Mindjárt szeptember végén fogadtuk a kollégiumban, ott laktak az ausztrál cserediák lányok. Ők éppen az őszi közösségi hétvége programjaiba kapcsolódtak bele. Másnap, ahogy megérkeztek, már kiránduláson vettek részt. Nagyon jól sikerült, szintén szeptember végén ért véget az elsősök befogadása, avatása, nagyon izgalmas műsorokon vehettek részt. Alól látható egy teaházi kép, az adventi időszakban nagyon kellemesen telt a várakozás, meghitten alakultak ezek az esték. A negyedik képen pedig egy karácsonyi műsor részlete látható, ez is mindig meghitt és bensőséges a kollégiumban. A második fél évben szintén színes programokon vehettünk részt. Egyrészt kollégiumi rendezvény keretében, illetőleg külsős programokon. Ebből is néhány érdekességet. A párkapcsolatok hetén kedves vendégeink voltak, Dóka tanárnő és férje, akik egy kellemes este keretében őszintén beszéltek családi életükről, és a diákok kérdéseket tehettek fel nekik. Ezúton is köszönjük nekik. A tavaszi közösségi hétvégénk nagy eseménye mindig a szülő-tanár-diák találkozó gála. Erre a diákok mindig lelkesen készülnek,
és tulajdonképpen ez már hagyományjá vált nálunk. Én úgy gondolom, hogy a hagyomány az akkor értékes, akkor jó, hogyha kellőképpen meg is tudjuk élni ezeket az eseményeket, és ünnepelünk. Az ünnepnek az a célja, hogy együtt legyünk, közösségben együtt töltsük el, örülni tudjunk, és ennek ékes bizonyítéka volt, hogy a székházban megrendezett gálánk az teltház mellett zajlott, és tapsolhattak a kedves szülők és rokonok hozzátartozók. Az alsó képen a Lévai József centenáriumi emlékprogram egy pillanata látható. A kollégista diákok az éven gyakorlatilag minden rendezett programon részt vettek, külsős helyszíneken, ez általában a II. Rákóczi Ferenc és a Szabó Lőrinc könyvtárban került megrendezésre. És úgy gondoltam, hogy egy picit az eredményeinkről, dicsőségeinkről is mutassak egy képet. Minden éven nagyon szépen szerepelnek a kollégista diákok a kollégiumok között megrendezett csoportbajnokságokon. Az idén a második helyezést hozták el. Hogy mind ezt a sok szép eseményt, rendezést meg tudjuk szervezni és le tudjuk bonyolítani, nagyon sok segítséget kapunk a diákpresbitériumtól. A kollégiumban is ugyanúgy, mint a gimnáziumban diákpresbitérium működik. A 8 csoportból egy-egy fő képviseli a diákokat, lány és fiú elnökünk van. A szolgálatokért nagyon hálásak vagyunk, és az ő mentoruk Illandán Iványi Anna tanárnő, aki kooperálta őket. Még egy nagyon hálás köszönetet szeretnék mondani az áhítatos csoportunknak. Önszerveződő alapon a kollégiumban minden este 8:30-9 óráig áhítatos csoport működik, ahol dicsőítik az Urat, bibliaolvasás és igemagyarázat mellett történik a meghitt beszélgetés. A május elején 43 diák, szeretett diákoktól vettünk búcsút, ők elballagtak, még néhány 13-14-es diák, és akik családi körülmények miatt, családi változás miatt hagyják el a kollégiumot. Így körülbelül a következő tanévre körülbelül 60 új elsős diákot várunk. És végül a János evangéliumából szeretnék egy igével nagyon kellemes nyarat kívánni mindenkinek. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. És mindenkinek nagyon szép bizonyítványt kívánok az egész kollégium és nevelő kollégáim nevében. Köszönöm szépen a figyelmet. A nézőtér egy kicsikét kiürült, mert a 9-eseket kértem szépen, hogy vonuljanak mind a színpadra, és most ezzel meg is kezdjük a versenyünket. Azt kérném szépen, hogy keresztbe álljanak már, jó, a 9. ások. Jó? Keresztbe, velem szembe. Kérem szépen, hogy a B-sek és a C-sek itt szépen egymás mellett, és majd a D-sek ide jönnek, és onnan fognak kivonulni, hogy ne teljen el sok idő. Közben szeretném elmondani a tudnivalókat, tehát szakmai zsűri fogja értékelni a produkciókat most is ugyanúgy, mint ahogy a korábbiakban. Kérem szépen a 11. C-seket, akinél a videókamera van, hogy rögzítsék a produkciókat, hogy meg tudjuk nézni majd azután is. És tehát bemutatnám a zsűrit.
itt valahol elől foglal helyet. Most azt kértem, hogy mindenki különböző akusztikai körülmények közül hallgassa meg önállóan a produkciókat, és úgy pontozzon. Itt valahol elől foglal körünkben helyet Lenkei Éva tanárnő. Kérek szépen egy tapsot neki. Pár sorral mögötte van Irlandáné tanárnő. Simonné Hegedűs Fanni valahol egy picit odébb. Nagyon picit, igen. És hátul van Makrai Judit tanárnő. Valamint újdonság az értékelésben, hogy a tapasztaltabb énekarosok közül, akik a 11. D-nek a tagjai, megkértem egy különítményt, hogy közösen ők öten szintén adjanak le egy szavazatot a versenyre. Ennek a kis zsűri csoportnak a tagjai Mátrai Anna, Braun Dóra, Seres Norbi, Kuruc Gergő és Hegedűs Csaba. Amint tudjátok, akkor a 9. osztályosok egy-egy énekeskönyvi éneket fognak énekelni 2 versszakkal, azután pedig a népdalukat mutatják be. Aki énekel, éppen azokat megkérjük, hogy a színpad elejére foglaljanak helyet, és én majd átmegyek, és a zongoráról fogok egy kezdőhangot adni mindenkinek, ami után a másikat viszont saját maguk adják meg. A zsűri most nem csak a tiszta éneklést, a szép kiejtést és a kifejező éneklést, hanem a fegyelmet és a megjelenést is fogja kifejezetten pontokban értékelni. No, hát akkor vágjunk bele, és évzáróra majd kiderül, hogy ki a vándorseleg. Kérem szépen, hogy ugorjunk egyet a diával, és akkor a D-osztályt megkérem, tehát ez lesz a sorrend, a D-osztályt megkérem, hogy készüljön ide a felépítés. Szolgálj mi
alszik is a bunda, mégis bunda a bunda. Ihaj bunda, tyuhaj bunda, mégis bunda a bunda. Ihaj bunda, tyuhaj bunda, mégis bunda a bunda. Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda. Ihaj bunda, tyuhaj bunda, mégis bunda a bunda. Ihaj bunda, tyuhaj bunda, mégis bunda a bunda. Köszönjük szépen, és nagyon szeretnélek megdicsérni benneteket, kedves kilencedikesek. Nekem ennyi évesen ehhez nem lett volna bátorságom, de nektek volt egy nagy tapsot a kilencedik évfolyamnak. Csodálatosan énekeltek. És minthogyha mindenkin léva is póló lenne, az meg különösen szép. Néhány hirdetés még itt a szünet előtt. Az iskolába megyünk vissza, ha valaki szeretne a városba kimenni, kérem, hogy az osztályfőnökkel egyeztessen. Nem indulunk el, csak mondom az időpontot, 10 óra 10 perckor szeretnénk elkezdeni a második blokkot, csodák csodájára ma teljesen időben vagyunk egyébként. Ha visszamentetek az iskolába, mi az, amit ellenőriznetek kell? Szekrény kulcsotokat leadtátok-e? Osztályonként 2-3-4 ember van, ahol kevesebb, van, ahol több, de még a tegnapi napon nekik nem sikerült, a portán erre lehetőség van, és megrendelted-e a szekrényedet a következő évre? Én úgy számolom, tegnap este körülbelül 200-an voltatok, akik megrendeltétek, hogy még kb. Olyan 150 darab rendelés hiányzik, nagyjából ennyien szoktatok, úgyhogy ma van rá lehetőségetek, az a kérésem, hogy tényleg tegyétek meg, erre azért van szükség, mert szeptember 1-én akkor, bocsánat, 3-án kézbe is kaphatjátok majd a kulcsot, tehát rögtön első nap tudjátok használni a szekrényt, illetve hogy ez nagy-nagy segítség, hogy nem kell mindenkinek egyesével kézzel megírni a szerződést, hanem
ezt a gép megcsinálja helyettünk. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki szeretne a következő évre szekrényt igényelni, akkor ezt még a mai nap folyamán tegye meg. Könyvtári könyvek leadása. Ha bizonytalan vagy benne, és nem voltál az elmúlt napokban a könyvtárban, akkor inkább menj be most a szünetbe, és kérdezd meg, hogy van-e tartozásod, illetve ugyanígy az ingyen tankönyvesek is ne felejtjék el leadni a könyvet. A leveles ládátokban megint kaptatok egész iskola, bár kisebbeket annyira nem érinti, 7.-8.-osokat, inkább a nagyobbakat, iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdőívet, ebben is kérjük a segítségeteket, hogy töltsétek ki. Ezt mi nem látjuk, hogy hanyan töltötték ki, de kérjük, hogy hordozzátok ezt megfelelő komolysággal. Aztán aranyosok gálája, pótfényképezés, akik nem tudtak ott lenni kedden a székházban, nekik most az zárónap végén a kollégium portájánál Petrik Péter tanár urat kell keresni. Azokról készül fénykép, akiken lévai spóló van, illetve az oklevelük is náluk van, és ez azért fontos, hogy a nyáron el tudjuk készíteni a dicsőségfalat. Júniusi menza befizetés, ha jól tudom, a napokban kaptátok vagy kapjátok meg a júniusi, de talán együtt májussal az ebéd befizetéshez az csekkeket. Ne feledkezünk erről se, hogy szeptemberben már ne kelljen ezekkel a dolgokkal foglalkozni. És akkor egészségnap jutalmakkal kapcsolatosan hétfőn oklevelet vehetett át néhány presbiter. Az első helyezetek közül keressék Panka nénit, a 11. D, 10. Dénes és 11. Béla, tehát 11. Dénes, 10. Dénes és 11. Béla presbiterei, mert még van egy kis elfogyasztani való Panka néninél. És akkor a szervezők, technikusok pedig kérik, hogy most a zenekarok versenyéhez a zenekarok maradjanak itt, és megkezdik az előkészületeket. Tehát 10 óra, 10 perckor találkozunk, az iskolába lehet átmenni.